Ajándékot adtak az ünnepeltek, azaz saját koncertjükkel örvendeztették meg a közönséget az Alba Régia vegyes kar tagjai. A szombati koncerten kettős évfordulóról is megemlékeztek. Felelevenítették, hogy immár 40 éve működnek városunkban Alba Régia vegyes kar néven, és megemlékeztek a kórus jogelődje, a MÁV déli vasúti dalegylet 120 éves megalapításáról is. 1971-ben kezdte a működését Alba Régia kórus néven újjá az eredeti kórus. Az építők, régi építők kórusa volt ez, ami utána egyesült ugye 91-ben az Ikarusz kórus, és ha visszafele menjünk az időben, akkor el kell mennünk 1892-höz, aminek ugye most van a 120. évfordulója. A kórustagok munkájuk és családjuk mellett vesznek részt a közös éneklésben. Járnak hétről hétre a próbákra és vállalnak lelkesen fellépéseket. A város nevében mindezekért Brájer Éva alpolgármester mondott köszönetet. A kórus muzsika nagyon bensőséges érzés. Nem csak azok számára, akik névelik, a hallgatók számára is felemelő. Felemelő, amikor sok torokból szól ugyanaz a hang, harmóniát és melegséget varázsolva a közös énekléssel a hallgatóság szívébe. Az ünnepi koncert alkalmat adott arra is, hogy köszönetet mondjanak a régóta velük éneklőknek. Az önkormányzat nevében azok a kórustagok vehettek át oklevelet, akik már legalább 30 évet eltöltöttek az Alba Régia vegyes karban. A kórus nevében pedig a legalább 2 évtizede folyamatosan velük éneklő tagoknak adtak át emléklapot. A közönség soraiban sok régi kórustag is volt, így természetes, hogy a közös éneklésből ők sem maradhattak ki. A műsor vége felé egy-két számmal, egy-két énekkari művel közösen fogunk énekelni, de ez a közönséget sem fogja kímélni, mert olyan is hosszunk, amit mindenki tud. Úgyhogy ennélkül nem szabad ma hazamenni.